Az 1848-49-es események emlékére helyezték el a megemlékezés virágait kedden délután csókán a római katolikus temetőben. A nemrégiben felavatott Borbély család sírjánál található emlékmű mellett Bakics Pál sírhelyét is megkoszorúzták. Ezt követően a szervezők emlékműsorral tisztelegtek az elesett hősök emléke előtt. A csókai magyarság számára kimondottan fontos helyé kell, hogy váljon. Először történt meg az, hogy koszoroztunk ennél az emlékhelynél, és később pedig az emlékező közösség pedig nem messze a sírhelytől Bakics Pálra is megemlékezett először Csóka történetében, aki a 48-as és a 49-es forradalom éveiben a csókai magyarság és a római katolikus hívőknek a menekülését és a visszatérésében nagy szerepe volt. Az emlékműsor elején felcsendült a himnusz, a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület Csalogány asszonykórusának és a II. Rákóczi Ferenc Magyar Művelődési Egyesület férfi kórusának előadásában. A folytatásban Mészáros Kis Tibor, történelem földrajz szakos tanár ünnepi köszöntője következett. Az ünnepi műsor zárószámát közösen énekli a Csalogány asszonykórus és a II. Rákóczi Ferenc férfi kórusa, és külön köszönet és hála a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület százszor szép kézimunka csoportjának, akik kérésünkre kokárdákat készítettek, és amivel megajándékozzuk az itt jelenlévőket, és ugyanakkor színháztermünk előcsarnokában az általuk készített kézimunkák kiállítása tekinthető meg. Az őseink által megvívott csatákra emlékezve tudjuk igazán megőrizni identitásunkat, és közösségként összefogásban harcolni a megmaradásunkért, hangzott el az eseményen.